1991 óta minden évben november 11-én adják át a kerület legrangosabb díját, az Újbuda díszpolgári címet, amelyet idén Sándor György humoralista, valamint Klukon Edit és Ránki Dezső művészházas pár megosztva kaptak meg. A díszvacsorán Simicskó István országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Egy évben 365 nap van, 8760 óránk, 525.600 percünk van. Ezt azért mondom el, mert ennyi időnk van egy évben, hogy dolgozzunk, éljünk, tegyünk, cselekedjünk. És ilyenkor van egy napunk, ez a november 11-e, amikor azoknak, akik egyébként a közösségért tesznek, Újbudáért tesznek sokat, és tettek az elmúlt évben is, akkor ezen az egy napon legalább, persze jobb lenne többször, ezt azért igyekszünk, hiszen számos olyan nap van, amikor az idősekkel, a gyerekekkel, a családokkal, sok-sok mindenkivel foglalkozunk, és igyekszünk polgármester úrral együtt elismeréseket átadni. De ez a nap ez azokról az emberekről szól ma, akik itt az újbudai közösségünkért sokat tettek az elmúlt időszakban. Újbuda polgármestere rövid történelmi áttekintés után a díszünnepség fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, ezen a napon azokat a személyeket és csoportokat ünnepeljük, akik valóban sokat tettek Újbudáért. Ezen a napon született Katona József, valamint Dosztojevszki, és egyébként nagyon sok fontos ember és esemény is történt november 11-én. Ezeket most nem fogom végig sorolni, mert akkor nagyon sokára kezdjük el a vacsorát. Tehát azt lehet mondani, hogyha élhetek egy ilyen hasonlattal, ami a Visszajövőben című filmben volt, hogy a téridő kontinuumban ez egy nagyon fontos nap meg alkalom a mi számunkra. Hát számunkra azért fontos, mert azokat köszönhetjük, akik nagyon sokat tesznek Újbudáért. Nagyon sokat tesznek Újbudáért, emelik Újbuda rangját, és ez úton is szeretnénk megköszönni azt, amit értünk, és a mi érdekünkben tesznek. A kitüntető címet az elmúlt 25 évben a magyar kultúra és tudományos élet olyan jeles képviselői kapták meg, mint például dr. Habsburg Otto európai parlamenti képviselő, a Pán-Európai Unió nemzetközi elnöke, Grosics Gyula az aranycsapat legendás kapusa, Makovecz Imre Kossuth-díjas építész, vagy Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth-díjas zongoraművész, zeneszerző és karmester. A kerület napja alkalmából a díszpolgári címek mellett az Újbuda kiváló intézményvezetője, az Újbuda mesterpedagógusa cím, az Újbuda szolgálatáért elismerés, az Újbuda gyermekeiért elismerés, az Újbuda kiváló vállalkozója cím, az Újbuda kiváló iparosa elismerés, valamint az Újbuda sportjáért életműdíj és a családbarát vállalkozás Újbuda cím átadására is sor került. Idén először egy új kategóriát is bevezetett az önkormányzat, így 2017-ben felelős vállalkozás Újbuda elismerő címeket is adományozott a kerület három helyi vállalkozásnak. A kerületi díszeseményről szóló bővebb összeállításunkat egy hét múlva a Helyi Érték című műsorunkban tekinthetik meg.